Sziasztok, jó reggelt! Itt vagyunk a Hurgadai repülőtéren. Most megyünk Kairóba, úgyhogy később még jelentkezem. Itt vagyunk van a vámmentes részen, ami tök érdekes volt, hogy igazából ugye belföldi járattal megyünk, és itt teljesen más helyen van, mint a nemzetközi járatok. Úgyhogy itt eléggé kicsi a vámmentes rész, konkrétan egy büféből áll az egész. Az ellenőrzés pedig nagyon-nagyon szigorú volt, én ilyen szigorú ellenőrzéssel még nem találkoztam. Igazából kétszer is el kellett menni a fémdetektoron, két különböző helyen kellett az övet, a cipőt levenni, mindent, tehát két detektoros ellenőrzés is volt. Ezen kívül pedig a második detektoros ellenőrzés után pedig még félállítottak, és körbe-körbe feltartott kézek kellett menned, és úgy motoztak meg téged, úgyhogy egészen hihetetlen biztonsági követelmények vannak, ami persze érthető, hisz sok a támadás, tudjuk milyen támadás, itt most nem mondom készen szól, de tudjátok, hogy milyen támadásokra gondolok. Úgyhogy igazából ez a mi biztonságunkat szolgálja, szóval így érthető, hogy miért van ekkora szigor. Úgyhogy legközelebb most már tényleg csak Kairóból jelentkezek. Megérkeztünk Kairóba, ez az út egész simán ment, mögöttem pedig már láthatjátok a Kairói Múzeumot. 1897-ben tették az alapkövét, 1902-ben pedig megnyitott a kapuit, azaz jövőre már 120 éves lesz. Maga az épületben pedig körülbelül 150 ezer műtárgyat tartanak, úgyhogy gyertek, fedezzük fel együtt. Mögöttem láthatjátok azt a termet, ahol Tutanhamonnak a halotti maszkja, illetve a szarkofágia van. Hát sajnos bent nem nagyon lehet kamerázni, se fényképezni. Nekem sikerült azért egy kis videót készíteni, de nagyon szigorúan nézik. Úgyhogy csak én tudom nektek mondani, igazából pár információt. Tutanhamon igazából tényleg, ahogy mondtam is nektek Luxorban, hogy azért vált ennyire híressé, mert ő az egyedüli olyan fáraó, akinek így megmaradt az összes halotti
kincsei, vagy az egész, tehát ami érintetlenül megmaradt, amit a fosztogatók nem vittek el, tehát ezért vált ennyire híressé. Ugye, ahogy azt mondtam is, ott még Luxemburgnak, hogy 1922-ben fedezte fel a Howard, angol régész, és mint egy érdemes öregi Tutanhamonról tudni, hogy 9 évesen már trónra került, és mindössze 19 éves volt, amikor meghalt. Időszámításunk előtt a 14. században uralkodott, időszámításunk előtt 1336-tól 1327-ig valahogy így. Szóval nagyjából egy 10 évig uralkodott mindössze, és hát több mint 5000 darab kincset talált meg ez a Howard 922-ben, tehát rengeteg tárgyal temették őt el. Hát ennyi volt a Kairói Múzeum, rengeteg érdekes dolgot lehetett tényleg rajta látni, elképesztő, hogy mennyi minden megmaradt több ezer évvel ezelőttről. Szóval most megyünk át a gízai piramisokhoz, gyertek együtt, menjünk! Meg is érkeztünk ide a gízai piramisokhoz. A gízai piramisok alatt 3 piramist értünk, amit Hufu, Hafré és Menkaure épített. A Hufu piramisa pedig az ókori világ 7 csodájának az utolsó olyan darabja, ami ma is látható. És mind a 3 piramista az kb. Időszámításunk előtt 2500-2600 között építették, tehát kb. 4500 évvel ezelőtt építették ezt a 3 piramist, úgyhogy később még jövök a részletekkel. Na
Mögöttem láthatjátok a Sphinxet, amiről érdemes tudni, hogy oroszlán testű és emberfejű. Ez időszemtes között 2500 környékén készült, méghozzá Hafré fáraónak a kérésére. Mögötte látható Hafré piramisa is. Maga a Sphinx egyébként az kb. 72 méter hosszú, 5 méter magas a feje és 4 méter széles. Mögöttem láthatjátok a Hafré piramist. Tetején kicsit más színű, kicsit vasagabbnak tűnik, az mészk a tetején, és eredetileg mészkő borította az egész piramist, de mára már csak az a kis rész a csúcsán maradt meg. Ha megfordulok, akkor mögöttem láthatjátok a sivatagot, és ha teljesen megfordulok, akkor pedig már ott van a főváros, Kairó. Teljesen hihetetlen, hogy mennyire be tudott épülni az egész. Most egész közel értünk a piramishoz, elképesztő tényleg, hogy mekkora méretű, tehát messzire nem tűnik ilyen magasnak, tényleg gigantikus. A piramison található bemélyedés oka, hogy Egyiptom arab megszállása után El-Mamun kalifa elrendelte a falbontást, mivel a bejárat felkutatását reménytelennek tartotta. Nos, ennyi lenne az egész egyiptomi túra. Ugye bemutattam, amennyire lehetett Hurgadát, Luxort, most pedig Kairót, amennyire az idő engedte. Úgyhogy köszönöm, hogy velem voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!